Az Újvidéki Egyetem 2008 óta ítéli oda a professzor emeritus címet azoknak a nyugalmazott egyetemi tanároknak, akik tudományos kutatásokat folytatnak, területükön eredményeket érnek el. Új tantárgyakat vezettek be, emellett a társadalmi tevékenység is hozzájárul a cím odaítéléséhez. Itt összesen 40 nevet fogunk találni. Az én szempontomból, vagy ha szabad azt mondani, a mi szempontunkból az a idézőjelben mondom szépséghibája, hogy magyar nyelvterületen működő egyetemi tanárok közül én kaptam meg először ezt a nagy elismerést. Káit Katalin a Hungarológiai Intézetben kezdte meg a tudományos tevékenységét, több művelődés történeti monográfiát készített, a színház történetet is évtizedek óta kutatja. Minden az, amit a monográfiákban megjelentettem, azok levéltári kutatásokból indulnak ki, tehát a forrásnak a tisztelete és a forrásnak a jelenléte az nagyon fontos az ilyen jellegű tudományos munkákban, és akárcsak a másodkézből vett szakirodalom is, amely alatt az újságokat értem. A nyugalmazott egyetemi tanár most sem pihen, utazásairól készít beszámolókat, valamint a Vajdasági Magyar Művelődési Lexikonon dolgozik.